Bejelentem, hogy Kádár János halálának 25. évfordulóján ünnepi beszédet mond dr. Türmel Gyula, elvtárs, a Magyar Munkáspárt elnöke. Tisztelt emlékezők, kedves elvtársak, kedves barátaink! Tisztelettel köszöntöm mai megemlékezésünk minden résztvevőit, barátainkat, pártagjainkat, külföldi vendégeinket. Köszöntöm mindazokat, akik tisztelték, becsülték Kádár Jánost. 25 évvel ezelőtt eljöttünk ide, és esküdtettünk. Nem engedjük Kádár János emlékét, Kádár János életművét elfeledtetni. És ma ismét itt vagyunk, és megerősítjük 25 évvel ezelőtti eskünket. Mi a szocializmus hívei vagyunk. Mi Kádár János unokái vagyunk. Kedves barátaim, 25 évvel ezelőtt búcsúzni jöttünk. Kádár elvtársat temettük. Emlékeztek még rá. A temetés előtti napokon a ravatalához százezrek mentek el. Egyszerű emberek, munkások, TS parasztok, mérnökök, értelmiségiek, orvosok, tanárok, a magyar nép képviselői. Százezrek, több százezren. Kádár János, mintha érezte volna, segítenie kell. Segítenie kell most még ebben az utolsó pillanatban, még a halálával is. Hiszen az emberek kint vannak az utcán, százezrek vannak a budapesti utcákon. Még népköztársaság van, még néphadsereg van. Az emberek érezték, ha itt most végleges lesz a változás, soha nem jön vissza az, ami régen volt. Cselekedjen már végre valaki. Álljon valaki az élünkre, vezessen bennünket valaki, emelje valaki magasra a vörös lobogót. Úgy, mint 45-ben, úgy, mint 56-ban. Csak cselekedjünk, védjük meg a szocializmust, ne engedjük a kapitalizmus győzelmét, védjük meg Magyarország függetlenségét. Nem cselekedett senki. Hitehagyottakkal voltunk körbevéve. A kínai azt mondja, a 9 sárkánytól nem kell tartani. A hitehagyottaktól félj. Ilyenekkel voltunk körbevéve. Magyarország akkori vezetője közül senki nem akadt, aki a vörös lobogot magasra emelte volna. Senki nem akadt, aki a népet vezette volna. Hiába volt elkeseredettség, hiába volt düh, hiába volt fájdalom az emberekben, a vezetők nélküli nép nem tudott cselekedni. És mi történt pár nappal később? Pár nappal később az ország vezetői máj úr, új uraiknak tették le az esküt. Az amerikaiaknak hojbokoltak, Bush elnöknek udvaroltak, amikor Budapestre érkezett. Aztán az események követték egymást viharos gyorsasággal. A munkásőr kezéből kivették a fegyvert. Az ország munkásságát szétszórták, a gyárakat megszüntették. A parlamentbe beült az új értelmiség, az úri értelmiség. A munkás, a proli már büdös volt neki, de nem kellett a TS parasra, sőt már a dolgozó értelmiség sem. Nem a munkás kellett neki, a gyár kellett neki. Nem a TS parasz kellett neki, hanem a föld kellett neki, és elvette mind a kettőt. Egy évvel később, 1990 nyarán eljöttünk mi ide. Eljöttünk mi, akik nem adjuk fel, akik hittünk abban, hogy ezért a célért érdemes és kell is küzdenünk. Eljöttünk ide, hogy hitet tegyünk, hogy esküt tegyünk, hogy választ adjunk azokra a kérdésekre, amelyekre 25 évvel ezelőtt is választ kell adni, és választ kell adni napjainkban is. El kell dönteni. Nincs más út. Nagy Imre vagy Kádár János? Mi Kádár Jánost válasszuk. Oh.
Horthy korszak, vagy Kádár korszak? Mi Kádár Jánost válasszuk. A gazdagokkal, a tőkésekkel, vagy a dolgozókkal, a munkásokkal? Mi a dolgozókat, a munkásokat választjuk. Eljövünk ide minden esztendőbe azóta is. Eljövünk azért, hogy tükröt tartsunk az emberek elő, a társadalom elé. Hogy gondolkozásra késztessük a magyar embereket. Ezt akartátok? Ezt akartátok valóban? Jobban munkanélküli segély, mint a biztos fizetés. Jobb a közmunka, mint a biztos munka és a biztos megélhetés. Jobb drága pénzt fizetni az orvosoknak az orvosi ellátásért, mint sem élvezni az ingyenes egészségügyi ellátást. Jobb a kilakoltatás, a hajléktalanság, mint tanácsi lakásban élni, olcsó lakbért fizetni, olcsó rezsit fizetni. Nem kellett a Kádár rendszer. Engedtétek megváltoztatni? És most jobb? Jobb a kapitalizmus, jobb a nyomor, jobb a szegénység, mint ami 25 évvel ezelőtt volt. Eljövünk ide, barátaim, minden esztendőben azért is, hogy leleplezzük azt a nagy színjátékot, amit magyar demokráciának hívnak. Észrevettétek? A mai tőkés Magyarország düvel és gyűlölettel beszél a múltról. A mai hatalom a dühét és a gyűlöletét a törvényekbe is beleírta, sőt, az alkotmányba is beleírta. És ha teheti, akkor minden nap belerúg a szocializmusba, mindenbe, ami a szocializmusra emlékeztet. És persze belerúg Kádár Jánosba. Miért ez a fékezhetetlen düh? Miért ez a mértéktelen gyűlölet? A mai miniszterek, a mai hatalmasságok élete talán akkor nyomor volt, és személyes tragédia volt. Mit nem kaptak ők meg a szocializmustól? Börtönbe voltak? Éheztek? Nem járhattak iskolába? Melyik társadalom nevelte őket? Hol kaptak jogi diplomát? Hol szereztek végzettséget? Kinek köszönhették, hogy utána még külföldre is mehettek? Hol nőttek fel? Melyik országba? Melyik társadalomba? Mitől hát egy düh és egy gyűlölet? A válasz egyetlen szó. Hazugság. Hazugság. Ennek a politikai hatalomnak, a tőkés rendszernek egész elmélete, egész világnézete, egész meggyőződése, egész politikája a hazugságra épül. Hazugság az, hogy Magyarország jobban élt volna, ha már 1956-ba bevezették volna a kapitalizmust. Igaz, a szocialista Magyarország nem adott eleget, de azért adott tisztességes megélhetést és munkát. Nem adott eleget, de mindenkinek adott. A kapitalista Magyarország néhány százezer szerencsésnek mindent ad, millióknak pedig semmit sem ad. Hazugság az, hogy a szocializmus ázsiai zsákutca. A szocializmus teret adott a nemzeti iparnak. Teret adott a nemzeti iparunknak, mert akkor minden egyes szocialista ország nemzeti iparára szükség volt. Mert egymást segítettük, mert egymást egészítettük ki. A kapitalizmusban a nagy hal megeszi a kis halat. A nagy országok vállalatai megeszik a kis országok vállalatait. Láthatjuk, ez történik nap mint nap a szemünk előtt. Gondolj csak bele, mi lett volna, ha már 56-ban győz a kapitalizmus? Akkor már 56-ban nem lett volna cukorgyár Magyarországon. Az Ikaruszból soha nem lett volna világhírű üzem. Bábolna meg se született volna. És hova lett volna magyar függetlenség? Hova lett volna Magyarország? A nagy országok, a nagy tőkések kiszolgálóivá váltunk volna már akkor, 56-ban. Hazugság, hogy a szocializmus elvette volna a jövőt a fiataloktól. A szocializmus tágra tárta a kulturálódáshoz, a művelődéshez vezető utat. És nem csak azért,
Mert ingyenessé tette az iskolát, az oktatást. Bár az nagyon fontos, tudjuk, hogy mit jelent ma. De azért is, mert a szocializmusban a tudás nagyobb értéknek számított, mint a pénz. Ma a tudás nem számít, ma csak a pénz számít. A szocializmusban tudni többet ért, mint birtokolni. És nem tudom, észrevettétek-e, lehet, hogy a szocializmusban nem építettek annyi stadiont, mint most. De a futball az jobb volt. Hazugság, barátaim, hogy a hatalom mai urai győzték le, és buktatták meg a szocializmus Magyarország. Egy fenét. Semmi közük hozzá nem volt. A szocializmust a tőkés nyugat buktatta meg. Amerikai pénzzel, német segítséggel, és tegyük hozzá pápai áldással. Ha nincs Bush, ha nincs Kohl, ha nincs második János Pál pápa, és talán tegyük hozzá, ha nincs Gorbacsov, akkor ezek a mai fiúk sehol se lennének. És mi a helyzet ma? Mire büszke ma az ország vezetése? Arra, hogy van újra iparunk, hogy vannak német üzemek, hogy itt van az amerikai tőke, hogy itt vannak a multinacionális vállalatok. De vajon ez a független Magyarország? Független lehet egy ország, amelynek nincs saját ipara, amelynek nincs saját termelése? Építhetjük az ország jövőjét a külföldiek pénzére, külföldiek vagyonára? Ha ez marad, ha ezen nem változtatunk, életünk végéig, sőt, még utána is a gazdagok kiszolgálói, rabszolgái maradunk. Ezen az úton Magyarországból soha nem lesz demokratikus, független és szabad ország. Barátaim, 25 évvel ezelőtt, ezekben a hónapokban éppen, hogy csak véget ért a hidegháború. A tőke újongott, nagyon újongott. Mindenki. Az amerikaiak, az angolok, a németek. Végre legyőztük a szocializmust. Végre bosszút álltunk 1917-ért, a forradalomért, bosszút álltunk 45-ért, 56-ért, mindenért. A proli, a munkás innen tovább nem pofászhat bele a politikába. Innen tovább azt csináljuk, amit mi akarunk. A dolgozó neve innen tovább Gus. Ebben az országban, ebben a világban az fog történni, amit a tőke akar. A dolgozó az meg dolgozhat a megélhetésért, dolgozhat az ébérért, elköltheti a keresetét a plázákba. Más dolga nincsen. 25 éve győzött a kapitalizmus, de a világ azóta megváltozott. Nem lett igaz, amiben hittek. Azt hitték, hogy a piac majd mindent megold. És mit oldott meg a piac? Megszüntette a piac a munkanélküliséget? Megteremtette a piac akár nálunk, akár Európában a teljes foglalkoztatottságot? Mindenki dolgozhat Európában, az Unióban és Magyarországon? Egy fenét. A piac nem szüntette meg a munkanélküliséget, sőt, növelte a munkanélküliek számát. A piac nem tette gazdagabbá szegényt, sőt, a gazdagot tette gazdagabbá, és a szegényt még szegényebbé. Azt hitték 25 évvel ezelőtt, hogy itt a piac, majd ez a piac egységes, békés Európát teremt. Nincs egységes Európai Unió. Vannak szegények, és vannak gazdagok. A piac nem törölte el a különbséget, sőt, még élesebbé tette. A magyar munkás, igen, a magyar munkás dolgozhat nyugaton. De a munkánknak a gyümölcsét a nyugatiak aratják le, és ők élnek ebből jól. De az évek tellenek, és Európa lázad. Nézz körül! Az ukrán dolgozó már nem kér abból, hogy német vagy amerikai gyarmat legyen. Nem kér az Európai Unió és az Egyesült Államok helytartóiból. Nem kér a Poroshenkókból és másokból. Nem kér a fasisztákból, nem kér a szélsőséges nacionalistákból. Saját útját akarja járni, független utat akar járni, társadalmi változásokat akar járni. És látjuk, Ukrajnában a csata még nem ért véget. Az igazi csata csak most kezdődik. Európa népei nem kérnek a németek uralmából.
Nem akarnak olyan Európát, ahol a németek döntenek. Nem akarnak csak azért robotolni Európa dolgozói, hogy a németek még gazdagabbak és még kövérebbek legyenek. Európa népei nem akarnak háborút sem. És ezekben a napokban eszünkbe jut. Miért tört ki az első világháború? Ki robbantotta ki a második világháborút? Kik okozták a mérhetetlen szenvedéseket Európa és a világ népeinek? A háborúk, a világháború okai és előidézői a tőkés országok voltak, a tőke ellentétei, a tőke pénzésége, a tőke, amely semmit sem tisztel, és amely semmit sem hajlandó elfogadni. És mi? Mi sokáig azt hittük, hogy nincs háború. A háború valami távoli dolog. Háború van a múzeumban, a filmekben, esetleg van Afganisztánban, Afrikában, Ázsiában, de nálunk nincs háború. És mit látunk most? A háború itt van, a közvetlen közelünkben. Európa háború előtt áll. A nemzetközi helyzetben éles fordulat következett be az elmúlt hónapokban, az elmúlt években. Magyarország közvetlen közelében jelentős katonai erőket összpontosítanak. Hát ki nem olvas újságot? A lengyelek egyre többet töltenek katonai kiadásokra. Lengyelországban amerikai rakéták vannak. Romániában amerikai rakéták vannak. Amerika arra készül, hogy Kelet-Európa más országait is telerakja katonákkal, fegyveres erőkkel, repülőkkel, harckocsikkal és mindennel, ami a háborúhoz szükséges. És ez még nem elég. Folyik a második világháború utáni határoknak az újrarajzolása. Mert már nem igaz az, hogy sértetetlenek a határok, hiszen a szemünk láttára változtatják meg a határokat. Az Egyesült Államok és az Európai Unió szemtelen módon beavatkozik más államoknak a belügyeibe. Szítják a nemzetiségi ellentéteket, szítják a társadalmi konfliktusokat. Ők akarnak uralkodni ebben a világban. Aláássák az országok belső stabilitását. Arra törekednek, hogy olyan rendszereket hozzanak létre, és már nem csak Afrikában, meg Ázsiában, hanem Európában is, ami nekik tetszik. Ez a világ már nem az, ami a háború után volt. Ez a világ már nem is az, ami 90 után, a hidegháború után volt. Európa és a világ óriási változások előtt áll. Barátaim! Magyarország sorsát ebben a változó világban nem az fogja eldönteni, hogy melyik párt, melyik választáson nyeri el a kormányhatalmat. Magyarország jövője attól függ, hogy azok, akik hatalmon vannak, akiknek lehetőségük és felelősségük van az ország sorsáról dönteni, hogy ők jó válaszokat adnak-e. Ebben a világban nem lehet a régi módon politizálni. Ebben a világban más hozzáállásra van szükség. A mai világban nincs fontosabb, mint a társadalmi stabilitás, a nemzeti függetlenség és a civilizációs váltás. Ha ezt nem tesszük meg, akkor jöhet bármilyen kormány, jöhet bármilyen párt, Magyarország nem fog boldogulni. A társadalmi stabilitáshoz ma már nem elég az, hogy egy pártnak többsége legyen a parlamentben. Az se elég, hogyha kétharmad az övé, és az se lenne elég, hogyha 100%-ban csak egy párt képviselői ülnének a parlamentbe. A társadalmi stabilitáshoz, barátaim, más kell. Az kell, hogy minden magyar ember érezze. Ma dolgozok, de holnap jobban fogok élni. És ha holnap is dolgozok, akkor holnap után is jobban fogok élni. A társadalmi stabilitáshoz az kell, mindannyian érezzük, hogy a terheket megosztjuk egymással. Az elmúlt 25 év úgy telt el, hogy velünk a dolgozókkal fizettettek meg mindent. A gazdagok, a szupergazdagok, a milliárdosok semmit sem fizettek. Persze azok, akik ma hatalmon vannak, a mostani kormány, tudja, hogy a tőkét korlátozni kell. Tudja, hogy el kell venni a tőkétől. És még tesz is valamit, csak mindig visszahátrál. Kiveti az adót a bankokra, a bankok másnap átterelik a terheket a lakosságra. Kiveti az adót a telefontársaságokra, a telefonvásárlók emelik az árakat, és megint mi fizetünk, a dolgozó ember. És mit tesz a kormány?
A kormány hallgat, a kormány nem mer beavatkozni, a kormány nem mer újat húzni a multinacionális vállalatokkal, se a bankokkal, se a telefontársaságokkal, se a többivel. A kormánynak mindnap csűri csavarja az adókat, mindig kitalálnak valami mást, de egyhez nem mer hozzányúlni. Nem mer hozzányúlni a milliárdosokhoz, nem mer hozzányúlni a szupergazdagokhoz. De mi erről a helyről egyet üzenünk neki. Urak, ha nem akarjátok, hogy Magyarországból Ukrajna legyen, akkor korlátozni kell a tőkét. Akkor kell bátorság ahhoz, hogy megadóztassátok a szupergazdagokat, a milliárdosokat. De a társadalmi stabilitáshoz ez még nem elég. A társadalmi stabilitás akkor lesz, ha tudomásul vesszük egymás értékeit. Lehet egy kormány politikáját hazugságra építeni, de egy ország jövőjét nem lehet hazugságok sorozatára építeni, nem lehet hazugságokon fölnevelni az eljövendő generációkat. Ezért azt mondjuk, elég a szocialista múlt, a szocialista korszak mocskolásából. Elég abból, hogy üldözik a múlt képviselőit. A Kádár korszak is a magyar történelem része, és ma már tudjuk, hogy talán a legértékesebb része. Magyarország függetlenségét óvnunk kell, mint szemünk fényét. Használjuk ki a nemzeti lehetőségeinket. Ne feküdjünk le se az amerikaiaknak, se a németeknek. Most olyat mondok, amin sokan csodálkoznak. Van, amit mi támogatunk a kormánypolitikában. Támogatjuk a keleti nyitást. Támogatjuk azt, hogy az Európai Unió és Oroszország képviselői üljenek le, és tekintsék át a jövőbeni kapcsolatunkat. Nem csak azt, hogy mi történik Ukrajnában, hanem mi lesz velünk ebben a világban. Mi lesz velünk a következő évtizedben vagy évszázadokban. Támogatjuk, hogy ilyen konferencia végrejöjjön. Hiszen Magyarországnak és Oroszországnak együtt kell léteznie. Minden hiába való lesz, barátaim, akkor, ha nem történik, ha nem következik be civilizációs váltás. Ha nem értjük meg a következőket, ha nem értjük meg azt, hogy az individualizmus, a mindent az egyénnek szemlélet, az előbb vagy utóbb, de a pusztulásunkat okozza. Ha nem értjük meg azt, hogy értékek és tehetségek csak közösségekben születnek, közösségekben, és nem csak Nobel-díjas tudósokról beszélek, sportolókról, mindenki másról. Ha nem értjük meg, hogy a tudás, az ismeret, az nagyobb kincs és nagyobb érték, mint a pénz. Ha nem értjük meg, hogy történelmünk egységes egészet képez, és a nagy dolgok nem 4 év alatt történnek, meg 8 év alatt, hanem évtizedek alatt, esetleg évszázadok alatt. Ha nem értjük meg mindezt, ha folytatjuk önfertőző, önpusztító életünket, akkor előbb vagy utóbb belefolytódunk, belefulladunk abba a fertőbe is, amiben egykor a Római Birodalom is belefulladt. A kérdés nem az, hogy szükség van-e civilizációs váltásra. A kérdés az, hogy akik ma hatalmon vannak, és akik hatalomra kerülnek, képesek-e ezt végrehajtani. Mert mit látunk? 25 év alatt a magyar kapitalizmus többet rombolt, mint amit épített. Kádár János alatt a szocializmusban a szocialista rendszer megfékezte a tőke pénzéségét, és helyébe a nép, a közösség, a dolgozó nép tenni akarását helyezte. Mi történt a rendszerváltás után? A kapitalizmus visszahozta a tőke pénzéségét, és ő rombol. És nem törődik azzal, hogy a közösségekben van-e alkotóerő, vagy sincs. Ezért azt mondom, a civilizációs váltáshoz új társadalomra van szükség. Új közösségi társadalomra, új szocializmusra. Kedves barátaink, erre gondoljunk, amikor eljövünk ide. Erre gondoljunk, amikor megemlékezünk Kádár Jánosról. Mi őrizzük az örökségét, ezt vállaltuk és vállaljuk a jövőben is. De a legtöbbet mégis azzal tesszük, ha védjük, óvjuk, fejlesztjük a mi pártunkat, a Magyar Munkáspártot.
25 év alatt mindig volt erőnk arra, hogy újra fölálljunk. Pedig nehézség volt bőséggel. És még lesz is előttünk. 25 év alatt mindig megvolt az iránytünk, és azt nem hagytuk el. Mindig tudtuk, hogy a munkásember, a dolgozó ember mellett van a hegyünk. Pedig milyen sokan eltévedtek és letévedtek erről az útról. 25 év alatt sohasem feküdtünk le egyetlen tőkés pártnak sem. Pedig mindig nagy volt a csábítás. A mi dolgunk, hogy tovább vigyük a pártügyét. Tavasszal a parlamenti választásokból a munkáspárt több tapasztalattal, nagyobb bátorsággal, egy kicsit erősebben került ki. És jönnek hozzánk. Jönnek fiatalok is, még a legfiatalabb is itt van közöttünk. Jönnek olyanok is, akik eddig nem fordultak meg a mi házunk táján. Jönnek a szocialista pártból, sőt, jönnek a Jobbikból néhányan. És azt mondják, hazaszeretetet kerestünk, nemzeti értékeket kerestünk, a dolgozó ember megbecsülését kerestük ezekben a pártokban. És nem találtuk, mert a hazaszeretet nem egyenlő a durva nacionalizmussal. A dolgozó embernek a megbecsülése az nem egyenlő a fővárosi jelszavak tömkelegével. És mi ebben a pártban találjuk meg azt az utat, amelyet követni szeretnénk. Támogassuk ezeket az embereket. Menjünk neki az önkormányzati választásoknak. Induljunk mindenütt, ahol tudunk indulni. Használjuk fel ezt is arra, hogy erősítjük a pártunkat, és tovább visszük Kádár János ügyét. Tisztelt emlékezők! Kádár János eltárs 25 éve nincs közöttünk. De itt hagyott nekünk egy szép emléket. A sikeres magyar szocializmus emléke. Itt hagyta nekünk a hitét is. Azt a hitét, mindent meg lehet oldani. Mindent sikerül legyőzni, ha hiszünk a dolgozó emberek, a munkások, a dolgozó tömegek a nép erejében és tenni akarásában. Nekünk is maradt persze még feladat. Nekünk kell a kapitalizmust legyőzni. Nekünk kell a dolgozó emberek számára egy új társadalmat, egy új közösségi társadalmat teremteni. De tudjuk, ha egyszer sikerült, és pedig sikerült, akkor sikerülni fog másodszor is. Lesz Magyarországon újra szocializmus. Éljen a munkáspárt, éljenek a dolgozó emberek, éljen Kádár János emléke és öröksége.